Sziasztok, itt Lesi Jamac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és most azt fogom nektek bemutatni, hogy TA6-nál hogyan is kell használni a klasszikus Giant Healer stratégiát. Ugye TA6-nál kapunk először healert, szóval itt lehet ezt először használni, úgyhogy ebben a videóban bemutatom nektek, nézzük is. És hát akkor vágjunk is bele. Itt lenne az első támadás jó magamtól a harmadik karakteremmel, ugye az TA6. Most maxoltam ki, és az első támadásnál azt próbálhattam, hogy két spellel, ami két lightning spellel leszedem az egyik érdefenzet. Hát ez nem sikerült, ráadásul csak hármas érdefenzről van szó, szóval mindenféleképpen ne lightning spellt vigyetek ennél a stratégián, hanem két darab heal spellt, azt majd a többi támadásnál meg fogjátok látni, hogy jó a heal spell. Szóval, hogyan is kell ezt csinálni? Mi is ez a stratégia? Ugye giantekből áll, 15 körüli giantet ajánlok, kettő vagy egy healert, én két healert vittem, mert így tényleg tök jól életben tartják a gianteket, és hát ugye az a lényeg ennek a stratégiának, hogy lerakod a gianteket, mögé a healereket, lehetőleg úgy, hogy az érdefensz felől támadj, hogyha 100%-olni akarsz, mivel az ugye leszedi a healereket, semmilyen érmány már nem aktiválja ugye a healert. Ez a Airsweeper elég vicces, hogy ott lögdöste a healereket, de nem ez a lényeg, szóval lényeg giantek, és ugye ha heal spellt viszel, akkor kell healelni, amikor már kevés életük van, és esetleg amíg bennek befelé az air defense felé. Na tényleg most lehet, hogy kicsit így bonyolultak hangzik, de nem olyan nehéz, mint láthatjátok. Egy TA6-ot simán 3 csillagoztam, két lightning spellemnek semmi értelme nem volt. Itt egy másik jó kis loot. Itt már heal spellt viszek, itt is csak egy van nálam, ha jól látom. Szépen leraktam a gianteket, ugye ott van az air defense, kicsit bent van, ezért előtte használtam el a heal spellt, ha jól emlékszem, hogy biztosítsam a gianteknek az utat, és vinni kell wallbreakert, hogy berobbantsak a falakon, ugyanis nagyon idegesítem, amikor a giantek több falat ütnek egyszerre, szóval vigyetek wallbreakert. És ugye a giantek meg csak a védekezettségekre mennek, szóval a lootot nem viszik el és nem tisztítanak szét, ezért kell wizardokat, archereket vinni, hát wizardból olyan 5-6 minimum kell, healerből pedig 2, egy 3-an nem, szóval én ezt használom, lehet próbálgatni, mi a tökéletes, és mint láthatjátok, a giantek leszették az air defense-et és most raktam le a healert, jaj, kész vannak a spelljeim, szóval ez történt, mint láthatjátok. Ez is egy TA6, ezt is szépen 3 csillagoztam. Ugye a CC-ben nem volt nagyon semmi, de ha Clan War van, akkor kicsillogatod, vagy viszel egy Lightning spellt és egy Heal spellt. A lényeg az, hogy TA6-nál ez az egyetlen stratégia, amivel lehet 3 csillagozni, és lehet ezzel lootolni is, mint látjátok itt is, azért támadtam meg ezt, mert ezt a G-Dog 25-öt, mert jó kis lootja volt, és most én ne támadjam meg, és hát jó sokáig tart a csata, ugyanis a giantek még végigmennek a bázison, az tényleg sok idő, viszont tényleg nagyon hatásos, és csak ez egyetlen stratégia, amivel lehet 3 csillag, az a TA6-on, és nagyon büszke vagyok magamra, mert sikerült 3 csillagoznom, azt hiszem ezt, de nem ezért is vagyok büszke magamra, hanem sikerült kimaxolnom a TA6-ot falakkal is. Itt láthatjátok, hogy egyrészt az érdefenzek kim vannak, sajnos nagyon sok embernek kim van, ami nekünk támadóknak jó, neki nem jó. A builders hátokra rakjatok egy-egy archert, szóval vigyetek pár archert is, ha 100%-olni akartok. Hát nekem a CC-ben itt jó erős wizardok voltak, azok segítettek. A wallbreakerek jó hülyék voltak, hát ezzel most nem tudtam mit kezdeni. Hoppáj, Facebook értesítés, na mindegy. És itt két spell volt nálam. És itt szépen a giantek elmentek egy irányba, a wizardok meg a másik irányba. Szóval ez nem volt, nem így volt betervezve, de hát nem mindig úgy történnek a dolgok, ahogy tervezzük. Nem mindegy, 100% lett. Két perc van még hátra, tehát hogy pár másodperc volt a végén, de mindegy, meg lett. És azért támadtam meg ezt, mert egyet kim vannak az érdefenzei, másrészt szeretem a kihívásokat, ugyanis én TA7 vagyok, 3 csillagoztam egy TA7-et, hát több védekező egység van, erősebbek, jó, itt a falak bének voltak, de akkor is nehezebb egy TA
hetet 3 csillagos, TA6-ként, és mint látjátok, a Clashy Jomatz klánban vagyok, a harmadik Karimban, lát, mert a Playwit Jomatz feloszlott, és átjöttem ide, hogy segítsenek katonákkal, és egy nap alatt kifarmoltam 40 vagy 56-os falat, szóval nagyon büszke vagyok magamra, a TH el van indítva, és ha jól csinálom, azt hiszem ez a nap, ezen a napon a második videóm, a másik egy bázisépítés, azt Airsweeperrel csináltam, azt is nézzétek meg, ha TH6-osok vagytok. Szerintem egész jó lett, a kis magyarázatot mondok hozzá, a CC az kint van, ugyanis nagyjából, ha a bázis közepére rakod, akkor is ki lehet csalogatni, úgyhogy inkább az Airsweepert raktam közepére, ha nagyon akarjátok, ki lehet cserélni az Airsweepert a CC-vel. Mindenesetre szerintem egész jó lett ez a bázis. És akkor nézzük az utolsó támadást, ahol egyáltalán úgy történtek a dolgok, majdnem 3 csillag lett, viszont csak egy spell volt nálam, ha van még egy, akkor 3 csillag. Szóval sikerült leszedni az érdefenzet, hát a giantek nem mentek rá, illetve csak későn, viszont leraktam a healereket, ugyanis már a healspellt elhasználtam, és kezdtek meghalni a giantek. Itt el is felejtettem, hogy van CC-m, azt nem sokára le is fogom rakni. Amúgy rossz, ha a giantek szétválnak, ugye a healerek néha a vizárdokat healerik, mint például itt, és a giantek szétválnak, akkor nem tudnak egyszerre healerni őket. Ugye a healer, ha kettő van, akkor egyszerre tud két csapatnyi giantet healerni, ami azért valljuk be, hogy jó. Itt szépen meghalt az összes vizárdom, az egyetlen egy Archer Tower kinyírta, és a gianteket hagyták a healerek meghalni. Közben lelaktam Archereket tisztítani, hogy biztos, hogy meglegyen, és igazából ez a támadásnak mindjárt vége van, és a videónak is mindjárt vége van. Szóval, tényleg használjátok ezt a támadási stratégiát TA6-on, nagyon jó. Remélem el tudtam normálisan magyarázni, és köszönöm, hogy néztek a videót, én ennyi lettem volna mára, holnap találkozunk. Sziasztok!